Három tipp, hogy 6 millió forint alatt milyen telket vásároljál rövid, illetve hosszú távú befektetésnek. Kösz, Norbi, a kérdést. Szóval három fajta módon lehet telekből plusz pénzt kiszedni mondjuk 10 éves időintervallumban. Az egyik az, hogyha átminősítik, ezzel igazándiból, hát mindig vannak ilyen információk, hogy figyelj, itt ez az árkert, ez nem, so, nem sokára 3%-ról, 10%-ra, mint például Budakeszin most meg is lépték ez, Török is volt ilyen, meg Érden is. Ezekből lehet ilyenkor némi nemű pénzt csinálni, bár hozzáteszem, hogy ilyenkor már egy-két évvel előtte a tulajdonosok beárazzák ezeket a híreket, amik néha egyébként fú kamu, és igazán jó, bent az önkormányzatnál mondjuk maximum a fejesek vannak képben teljesen, illetve a pereputjuk, hogy mikor is fognak ilyen típusú telkeket átminősíteni, mondjuk belterületté vonni, és akkor teljesen más építési százalékok és szinterületi mutatók, illetve homlokzat magasságok lesznek rá érvényesek. Ez az egyik. A másik pedig az, hogyha hozzáadott értéket teremtesz, itt igazán jó 6 millió forintnál nem hiszem, hogy annyira maximum le tudod csupaszítani, és mondjuk valami szép rendezet Telket, csinálsz belőle, de egyébként van egy olyan ismerősöm, aki ezzel foglalkozik, ő kertépítész, és megvesz ilyen teljesen dzsindzsa kerteket, hihetetlen bokrokkal és dzsungel közepette, majd utána szépen lenyírja a füvet, megnyírja a bokrokat, a fákat megmetszi, és mondjuk egy-két év alatt egy teljesen élhető, szép kertet hoz létre, és nyilván ennek köszönhetően, illetve a jó hirdetésnek köszönhetően esetleg sokkal drágábban el fogja tudni adni. A másik hozzáadott érték az az, ha esetleg valamilyen lakhatási célból raksz rá akár egy könnyű szerkezetes, nem tudom, bármilyen ingatlan, 6 millióban nem fog beleférni, mert már önmagában az illeték plusz az ügyvédi költség el fog vinni olyan 3 400 ezer, inkább 400 ezer forintot, úgyhogy marad 5 millió 500, és abból mondjuk egy bármilyen kis bodegát rárakni, ami még élhető és jól is mutat, illetve még meg is engedi az önkormányzatnak a, a helyi építési szabályzata. Hát az nem fog szerintem kijönni, de ezzel is lehet próbálkozni. És a harmadik, hogy a település úgy fejlődik, hogy adott esetben az ingatlan sokkal többet fog érni. Jellemzően agglomerációban ez egy eléggé ismert tendencia volt mondjuk az előző két évvel ezelőttig, vagy másfél évvel ezelőttig, és mondjuk tíz éven keresztül, tehát mondjuk vettél bárhol igazándiból, ami Budapesthez közel volt, és az mostanra két-háromszoros áron tudtad eladni. Hát ez most egy kicsit nehezebb lesz, mert az agglomeráció az kicsit haldoklik, de ugyanakkor, hogyha erre szeretnél, vagy ebbe az irányba, vagy esetleg a másik kettő közül választasz valamit, és plusz van még olyan településen, amiben ilyen potenciál van, akkor azt úgy tudod megnézni, hogy a KSH-nál mondjuk 2021-ig vannak most per pillanat adatok, és ott megnézed, hogy az átlag négyzetméter ár az hogyan változott telkek szempontjából és babám, meg is van az, hogy hol vásárolj ilyen típusú telkeket. Én ha a helyedben lennék, akkor az elsőt és a harmadikat nem választanám, ugyanis az elsőnél kellenek benfentes információk, közvetlenül mondjuk a polgármesteri hivataltól, mikor fognak egy területet átminősíteni. A harmadikhoz pedig egy elég jó gazdasági jellemzőnek kell lenned, hiszen látnod kell azokat a folyamatokat, amik mondjuk 5-10 év múlva be fognak gyűrűzni arra a részre, és nagy valószínűséggel mondjuk értéknövelő tényezőket fognak eredményezni. A kettesnél viszont minden csak rajtad múlik, hiszen a hozzáadott értéket te fogod megteremteni, te tudod rendbe rakni az ingatlant, és sokkal jobban kiszámítható értéknövekedést tudsz elérni vele, Ugyan mondjuk nem tíz éven belül, hanem ezek inkább azt mondanám, hogy egy-két éves időintervallumok, de hát mondtad, hogy a rövid távú befektetés is érdekel. Úgyhogy remélem, hogy kielégítő volt a válaszom. Küldjetek még, hogyha bármi érdekelne ingatlan piaca kapcsolatban, akár itt Q&A-be, TikTokon, vagy pedig a hellokukat sorba daniel.com-ra. Csók!